Életének 51. évében, augusztus 1-én váratlan hirtelenséggel elhunyt a martfűnis nagy köztiszteletben álló dr. Karmazin György, a Sinkiokusin Harcművész Szövetség elnöke. Sihán dr. Karmazin György a hazai és nemzetközi Kyokushin karate világának meghatározó egyénisége, vezetője, edzője és egykori eredményes versenyzője volt, aki városunkban 1991-től 10 éven át vezette a Viktori Martfűi Kyokushin karate klubot. Irányításával számos nemzetközi és országos versenyen bizonyítottak a martfűi karatékák, minden korosztályban dobogós és bajnoki címeket, több mint 1000 érmet szerezve a napjainkra egyik legeredményesebb elhivatott sportközösségnek. 10 évet én is itt töltöttem és vezettem a klubot, és még mindig olyan emlékeim vannak Martfűről, amit soha nem felejtek. Hiszen olyan tanítványaim voltak, mint most, aki nektek mesteretek, a sensei, de hát sorolhatnám még, akik európai és világversenyeken a dobogón álltak, és nagyszerű emberekké váltak. Eredményes sportolói pályafutása mellett sikeres gazdasági szakemberként a Bika Logisztika Kft. Alapító tulajdonosa, Szolnokváros Ezüst Pelikán díjas polgára, valamint több szakmai tanulmány és könyv szerzője volt. Munkásságáról egykori tanítványa, ma már a Martfűi Klub vezetője Stefanovics József emlékezik, akivel közel 30 éven át dolgoztak együtt e küzdő sport fiatal versenyzőiért. Sihán Karmazin György a mesterem, és a hátam mögött lévő tanítványok mindegyikének a mestere. Az önzetlenségéről, a munkájáról és a példamutatásáról volt híres, és az az egyszerű dolgunk volt, hogy egyszerűen mennünk kellett mögötte. Természetesen a mi városunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen az, hogy itt ki tudott nőni egy ilyen eredményes klub, ami Magyarország legeredményesebb karate klubja, ennyi embernek tudtunk ebben a városban és most már ebben az országban segíteni. Abban nagyon komoly munkássága van annak, hogy ő 10 esztendőt dolgozott ebben a klubban, és azóta is pontosan ugyanúgy nagyon sok helyen elmondta, nagyon sok interjúban és megjelenéskor elmondta, ide jött a legtöbbször. Ez a klub valahol az ő gyermeke. Ezeknek a tanítványoknak valahol ő az egyik karate apukája. Az elmúlt 10 évben, amikor én itt voltam Martfőn, akkor nagyon sokat kaptam a tanítványoktól, sokat kaptam a várostól, hiszen előttem is olyan edzők voltak, a Kőműves Karcsi, a Szemármé Papéva, és utána én próbáltam rajtuk rontani 10 évig, akiktől tudtam kapni olyan értékeket, amiket mint fákjavívő vittem tovább, és próbáltam úgy oktatni a tanítványokat itt a városba, hogy képviseljük ezt a várost, képviseljük ezt a szervezetet. Nem régen, pár hete még együtt dolgoztunk Kazaksztánban a magyar Sinkiokushin csapat sikeréért. Óriási űrt hagyott maga után, megint azzal a könnyebbséggel, hogy az ő profizmusára jellemzően egy óriási hagyatékkal együtt. Ez a Viktori Martfűi Kyokushin Karate Klub, ez az ő egyik hagyatéka. Az SHS, a Sinkiokushin Harcművész Szövetség az ő egyik hagyatéka. Ezért mi tovább kívánjuk vinni ezt az örökséget. A hozzá méltó szakmaisággal, önzetlenséggel, emberséggel, profizmussal. Abban a 10 évben, amit lehet, próbáltam hozzátenni ez a közösséghez, és örülök neki, hogy a Stefanovics sensei is, aki átvette tőlem a klub vezetését, hozzátett és építette ebből, és így visszatekintve azt gondolom, hogy ez egy sikeres útjárás volt, és bízom benne, hogy még sikeresebb lesz a következő alkalmazat is. Amikor 25 éve karatéztam, akkor ő azt az egyszerű, tömör és sokat mondó üzenetet hagyta számomra, hogy járd az utat rendületlenül. Martfőváros önkormányzata, lakói és a Martfői Karate Klub osztozik a Karmazin család gyászában. Emlékét tisztelettel megőrizzük.